Tizedik rész. Szuper Nagyi és Renaldo a varázsló. Idő pár héttel ezelőtt. A parkban szokásos edzésüket folytatják a fiúk. Ezen a napon úgy tűnt, az égvilágon semmi szokatlan nem történhet Cheezleton lakóival. Smith Szuper Nagyi épp most vette ki a sütőből híres edinburghi vajas pogácsáját, és gyönyörködve szemléli művét, amikor... Pes! Közben két különös idegen érkezett a városba. Renaldo McDonald, az egykori nagyszerű bűvész, és az anyja Ivy McDonald, alias Redkén Burjánszn. De vajon mi dolguk lehet Cheezletonban? Renaldo a nagy illúzionista. Nagy Renaldo, az én drága kisfiam. Rég volt az már, mami? Nekem még mindig nagyszerű vagy, Reni. És mindig a nagy Renaldo maradsz a te szerető, aggódó szívű anyukának. Cheezletonnak ritka nagy élvezetben lesz része ma este, hidd el nekem. Sőt, mi több kisfiam, ha ma este megmutatod nekik, mi mindent tudsz a színpadon. Mindenki, én mondom, mindenki, még maga Szuper Nagyi is elbújhat a te óriási tehetséged árnyékában, fiacskám. Ő? Mami, ez leszabad. Mami most hozzád beszél. Telt ház előtt fogsz játszani, kicsim, úgy, ahogy a régi szép időkben szoktál. A közönség örjöngeni fog a gyönyörűségtől. Igen, mami, tudja? Na látod, már meg is nyugodott a kisfiú. Hajlik. Majd beáztatom, drágám, ne izgulj. A nagy Renaldo, az meg ki? Ha, jaj, de tudatlan vagy, kis törpe, szégyelhetnéd magad. A nagy Renaldo varázsló. Nézd, itt van. Épp most jön ki a nagy Renaldo. Cheezleton lakói, Renaldo visszatérté, és most önöknek, csak is önöknek, egy kis ízelítő az attrakciómból. Íme egy abszolút üres kalap. Üres, üres, üres. Most pedig belevarázsolok egy igazi eleven nyulat. Igen, gyerekek, ezt figyeljétek, mert ez az én kepenc trükköm, egyszerűen mecsés. Lássuk, drágám! Jó is. Micsoda balfáncán? Motortalan törpe! Mami! Nem számít, kicsi. Mondom, nem számít. Micsoda? Magyuszi. Nem lehet. De hát benne volt. Nem találod kicsit furcsának, Edison? Nem tudom, mi az, amiről beszélsz, Willy. Hát arról a nagy varázslóról, a nagy Renaldóról. Ha tényleg olyan nagy, hogy lehet az, hogy mi nem is hallottunk róla? De, ez a plakát marhára régének látszik. Renaldo, éld bele magad! De, mami... Menni fog, ha igazán akarod. Megint nagy leszel, meglátod, kicsim. Én tudom, hogy képes vagy rá. Csak kezd el, és bomba sikered lesz. És jár, ezt figyelje, az én fiam. Kezdjed! Hölgyeim és... És uraim, megkísérlem. Ezennel az önök füle láttára... Nem, a szemük, kicsim. A szemük, igen. Elfűrész, fűrészelni a hölgyet abban a... Ládában. Köszönöm. Kezd hozzávenni. Menni fog, gyerekját, igen. Rajta. Nagy.
Semmi baj, szívem, mami majd bekötözik később. Bekötözik, igen. Katon a dolog, szívecském, igaz? Na végre! Tessék, drágám, tessék! Különben mami is mindjárt sírva fakad. Nesz, így áll egy kortyot, el majd megmutat kicsikén. Ugye már is jól? Jaj, ez iszonyú, mami, ha nem tudom a jó öreg fababával előadni a számomat, mi lesz, ha egy igazi élő asszony fűrészelek kell? Nem szabad pánikba esned. Rajtam már nem segített semmi, senki. Dehogy is nem segített, és fog is. Te, mi lenne, ha megkérnénk szupernagyit? Szupernagyit! Volt idő, amikor igazi nagy varázsló voltam, szupernagyit. Még mindig az. Már nem tudok semmit sem elővarázsolni, pedig valamikor híres voltam. Még mindig az vagy! De hát mi történt magával, Renaldo? Furfangó Finnegan közbelépett. Furfangó Finnegan? Igen. Igen, hallottam róla. Igazi elvetemült imposztor, szupernagyi. A szakmában dolgozott, mint bűvész évek óta. De mindig az utolsó között volt. Aztán azt hiszem megirigyelte a sikereimet. Ami nem is csoda, hiszen nincs tehetsége, és ezt tudja. Aztán egyszer éppen a bűvész ládámat készítettem elő az esti előadásra. Amikor hirtelen... Ajaj! Ki az? Milyen hülye tréfa ez? Engedjenek ki! Furfangó Finnegan vette át a helyemet. Így kezdődött Ó Finnegan sikersorozata. Ellopta a számomat, a sikeremet, mindenemet. Amikor végre visszatértem onnan, ahová postára adott. Ő kegyelmessége a varázslók fővarázslója. Visszavonta a működési engedélyemet. Ez nem igazság, szupernagyi. Egyszerűen nem igazság. Ezért lenne fontos a számomra a mesti csizultói fellépésem. Ez az utolsó lehetőségem. Sikerülni fog, majd meglátod, drágám. Ugye így lesz, szupernagyi. Az én Renaldom új fejezetet nyit a varázslás történetében. Igen. Ha most nem sikerül az előadás, sosem jutok vissza az első osztályú varázslók közé. Olvastátok ezt, fiúk? Szupernagyi pártfogásába vette a híres bűvész. A fő szuperszatyor már megint jótékonykodni akar. De mi ismerünk valakit, akinek nem tetszene, ha nagy Renaldo ismét híres lenne, he? És valahol a kies távolban megcsörrent a telefon. Hello? A híres furfangó Finnegan úrral beszélek? Igen. Én vagyok az. Csoda?
Mit csinál? Tehát Chisletonban ma este. Helyes, már is indulok. Hölgyeim és uraim! Megpróbálom most varázsládámból ezt a hölgyet, akit most láttam először, tökéletesen eltüntetni. Jól érzi ott bent magát. Igen, drága, pompásan. Köszönöm, kisfiam. Nem, amit te most nem ismersz engem, érted? Nem ismersz. Mindig elfelejtem. Ne haragudj, fiacskám. De mama, neked most el kellett volna tűnned, és itt vagy. Én most pedig ebből az 500 éves varázsdobozból, amely, mint látják, teles helyemkentőkkel, eltüntetek mindent. Jaj, én ezt már nézni se tudok. Szegény gyermekem mennyit szenved, szupernagyi. Soha nem nyerte vissza a régi önbizalmát, azóta, hogy Furfang O'Finnigan postára adta. És ha az este nem sikerülnek a számai, soha többé nem fogja visszanyerni a varázsló képességét, Repkény Burjansz. Igen, én is ettől félek. Nem tudna valahogy segíteni rajta, szuper nagyi. Edison! Nagyapádnak van egy új találmánya. Melyikre tetszik gondolni? A kézi hipnotizálóra. Nagyon jó szolgálatot tett a polgármesternél. Talán a mi szegény kis Renaldo McDonaldünknek is használ. De hát... Fattanj már, Edi, egy percet sem veszíthetünk. És elérkezett az ígéretes este. Kell a színházba mennünk, bácsikám. Mert látni akarjuk, amint szuper szatyor elérkezik a maga Waterloo-jára. Waterloo-ra, főnök? Azt mondta, hogy színházba megyünk, most mégis elutazunk. Őrész poragyú. Nagyon elegáns vagy. Mi lesz, jöttök végre? Mozgás! Én úgy félek, mami, nem merek kiállni a közönség elé. Ott értem, úgy leszked, hogy már görcsöt kapott. Meg kell tartanod az előadást. Chisleton színe jobban ott lesz ma a színházban, hogy láthassa a nagy Renaldo csodás bemutatóját. Nem emlékszel, mi volt a papa jelszava, amit minden előadás előtt elmondott? A sok! A sok! Ha törik, ha szakad, meg lesz. Úgyhogy légy a te apukád, bátor és méltó kisfia, és állj ki azokra az átkozott, dicsőséget hozó deszkákra, varázsolj nekik! Különben a te mami tényleg megharagszik rád? Nem, kicsim, nem igazán, csak egy kicsit felrobbanak. Nem kell aggódni a Renaldo. Mindjárt hozunk valamit, amitől egy-kettő, és rendbe jön maga is, meg a produkció is. Komolyan, szuper nagy. Szuper nagy, a hipnotizál. Remélem, még időben jön. Ujjaj! Uram, Isten! Ó, jó ég! Maradj itt, magáncs, nem maradok soká. Értetted, helyesen? Most véged! Nagy,
és ragyogó vagy, Renaldo. Hallasz engem? Igen, hallom, szupernagyi. Akkor mondjad utána. Senki sem múlhatja felül a nagy Renaldot. Senki sem múlhatja felül a nagy Renaldot. Nekem is van szemem, hány fej. Oh, rám várnak, mama! Bizony csak rád, fiam! Isten, ilyen nézel ki, bár csak láthatna most szegény apád! Hölgyeim és uraim! Csizuttoni polgárok! A nagy Renaldo visszatért önökhöz, egy estére, amely csupa csodás, meglepetés lesz! Talán valamilyen kísértetet lát. Állítólag Csizutonban meg szokott néha jelenni. Amikor ilyen rosszul vagyok, az rendszerint annak a jele, hogy valami szörnyűség fog bekövetkezni. Szupernagyi! Most pedig, hölgyeim és uraim, következik az ötödik szúrás. Hatodik kicsi. Hatodik. Szóval megint a varázslók csillapákat szedni, igaz, Renaldo? Na várj csak, mindjárt gondoskodom róla, hogy csillagokat lássék. És most, hölgyeim és uraim, a hetedik kar következik. Ó, Filigen, megzareld. Talán a gonosz purfangó Finigent látják szemeim. Ah, szuper, nagyi! Ó, papely purfangó Finigen, most velem áll szemben. Térjen vissza a horgoláshoz, maga felfuvalkodott képviselőfány. Most az egyszer túl későt képviselő. Ah, ebben ne legyen olyan biztos. Van még egy-két ötletem raktáron. Folytatjuk a show! A nagy Renaldo! Ez valami újabb trükk volt? Ki kellett mennem, de már itt is vagyok. Helyen! Na? Maga gyere, fut minden! Csizuton lakói! Most egy soha nem látott produkció következik, amelyet a Csizutonon megy először. A nagy Renaldo vörös részfajtá jegyzett ki! Ne soha tetszik! Vörös a lányi gyermek! Karika trükkje! Különfém karikai!
mintha furfangó Finnigent látnám ott. Én is. A szemüklátára összekapcsolom őket. A harmadikat is hozzá. Tessék, hölgyeim és uraim! A világ végére! Rágám, csodálatos voltál! Egyszerűen felülmúlhatatlan. Jaj, Reni, a mama annyira büszke rád, bárcsak szegény apád is láthatod volna. Nekem semmi részem az egészben, mami. Szuper Nagyinak köszönhető, meg Black feltaláló hipnotizálójának. Á, de hogy szó sincs róla, Renaldo megdobja. A masina eltört, a kétből kezes Edi elejtette. Szóval tényleg az a helyzet, hogy nem működött. Hogy érti? Visszanyerte a varázsló tudományát. A nagy Renaldónak. Ó, szuper, Nagyi! Hogy tudjuk ezt valaha meghálálni? Ugyan csacska repkény, ez semmiség volt, legalábbis egy kis szuper Nagyitól. Egyébként gyakran gondoltam arra, hogy magam is kipróbálom a bűvész tudományomat. Oh! Igyunk erre! És most mindenki szeme láttára! Íme! És mostnak alatt ők. Egy, kettő, három, négy! Csodálatos! Helyes, nem? Írta Jenny McPay. Magyar hang. Pásztor Erzsi. Huszár László. Kenderesi Tibor. Zákányi Tímea. Igaz Levente. Horváth Zoltán, Dobránszky Zoltán, Kránic Lajos. Magyar szöveg Neményi Róza, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Dezsőfi Rajsz Katalin, vágó Nyers Mária, gyártásvezető Dudás Aza, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készül. She's a serious granny, a serious granny. She'll do things that you never saw your granny do. Fertelmes nő személy. Főcímzene Phil Carter és Billy Connolly. Zene Anthony Isaac. Fényképezte Dave Dixon. Rendezte Anthony Simons.